Ez Harkány esetében különösen nagy veszteségeket jelentett, ugye az idegen forgalomból élünk, és hát ez jelentősen megtizedelte a ideérkező vendégeink számát. Hogyha mostani időszakra tekintünk, a szomszédunkban háború dúlt, tehát ez se egy idilli állapot. Sajnáljuk a szomszédországban élőket, egyben ránk is nagy terheket ró. Tehát gondoljunk csak az energiaválságra, ugye minden attól függ, főleg a harkányi fürdő és a város miben léte. Úgyhogy nem mondom, hogy olyan nagy feladatok előtt állunk, mint Szent István király, de azért van feladatunk bőven.